Mindkét csapat a gólt nem kapni jegyében szervezte meg a kapu előtti védekezését, így a középpályán a labda birtoklásért nagy harc zajlott. A kapura legveszélyesebb játékosokra különös gondot fordítottak, a bátorszéki Tóth Tamásra, illetve a Bonyhádi Pap Rolándra rendre besegítő érkezett, sokszor taktikai falttal tudták csak megállítani mindkét játékost, még a kaputól távol. Fél óra elteltével már jöttek a veszélyes helyzetek is. Az első komolyabb, a mélyebben védekező, a labdát kevésbé birtokló, piros szerelésbe játszó Bonyhádiak előtt adódott. Csigi Ádámról Máté nagy bedobása után az ötös magasságában bizony lemaradtak a védők. Az első komolyabb védekezési hiba a meccsen, a csatár pontosan tálalt a középpen, viszonylag tisztán érkező Sásdi Bencéhez, aki közelről nem találta rendesen a labdát nagy gólhelyzetben. Két percre rá a bonyhádi szurkolók sziszenhettek fel. A korai sérülés miatt csak néhány percet játszó Botos Tamás cseréjeként pályára lépő Hén szabadrugása kijött Szabó Szilárdról, ám Faller közeli perdítését a kapus és a kapufa közösen mentette. Ez még nagyobb gólhelyzet volt, mint az előbbi. A következő bonyhádi kontra is abszolút veszélyes volt. Máté Róbert Csigit hozta a helyzetbe, a csatár középre tartó csavart erős lövését jó érzékkel hárította Klézli Tamás, a hazaiak kapusa. Az első félidő utolsó percében már csak a kapufa segített a vendég bonyhádiaknak abban, hogy ne kapjanak gólt. Hén Ferenc nem az első jó beívelése után, most éppen szögletből, Gábor Gergő fejesénél már mindenki verve volt, de maradt a 0-0. Szünet után, ha lehet, még nagyobb küzdelem zajlott a pályán a győztes gól megszerzését. Igazi gólhelyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani. Érett az újabb 0-0 a két csapat bajnoki találkozóján. Az utolsó 10 perc azonban megpecsételte az olykor mezőnyfölényben játszó Bátaszék sorsát. A csereként beálló, eddig csak epizód szerepeket kapó fiatal Kaufmann buktatása után megítélt szabadrugást, ennek bonyhádi specialistája Máté Róbert a tőle megszokott módon erősen tekerve, ahogy mondani szokás, felvarta a labdát a bal felső sarokba, 1-0 a Bonyhádnak. A bekapott gól után jobban kinyílt a Bátaszék, a hátralevő percekben is hajtott bizony az egyenlítésért, ám egy szöglet utáni fejes végleg eldöntötte a mérkőzést. Megint Kaufmann kell említeni, akinek szögletét az előre lopakodó bal hátvéd Preininger Patrik senkitől sem zavartatva fejelhette a kapuba. Látszott, hogy a Bátaszékiekben bizony benne van az előbb bekapott gól. Bátaszék Bonyhádi 0-2, a győztes csapat edzője tárgyilagosan és roppant sportszerűen értékelte a látottakat. Én nagyon el voltam keseredve egyébként, mert a Bátaszék jobban játszott, főleg az első fél időben momentumunk nem volt, szerencsénk volt, hogy nem szerezték meg a vezetést, és összességben is ez egy szerencsés győzelem, hiszen a Bátaszékiek sokat tettek, nem csak az egy pontért, de még a háromért is. Tehát a foci ilyen, tehát volt egy jó szabadrugása, a Robinak a szépen belőtte, és onnantól kezdve teljesen megváltozik a játék képe, más kell játszani, de nagyon örülök a győzelemnek. Ugyanakkor pedig sajnálom a Bátaszékieket, mert tényleg vereséget biztos, hogy nem érdemeltek. Szűs Lázár sem volt boldogtalan, noha ez a vereség megfosztotta őket attól a bravúrtól, hogy az első helyen tereljenek. Hát elmarasztalni nem tudok senkit, tehát mind csapat jól működtünk. Ez a mérkőzés megmutatta talán azt, hogy a jövőben milyen feladataink vannak. Tehát mi, a Tóth Tamás egyedül van, nagyon egyedül van, és középpályáról nem kapja meg azt a támogatást. Nincs mellett egy másik olyan csatár, akire szintén megoszlik a védelme figyelme. Tehát ez a jövő feladata lesz. Itt kimutatkozott, hogy ezt meg kell oldani. Az ezúttal vesztes Bátaszéknek már megvan a konkrét elképzelése arra, hogy ki honnét érkezzen a téli szünetben Bátaszékre, hogy ilyen rangadókat az ősszel egyébként minden várakozást felülmúlóan teljesítő a harmadik helyen álló csapat tavasszal majd meg tudja nyerni.